ez fűszer paprika nélkül készült termék, azért hívjuk csemegének, illetve az ízvilága kicsi édeskésebb, mint a megszokott. A marha szalámi volt a legnépszerűbb gyulai termék a márciusban, Tokióban megrendezett Foodex kiállításon. Számolt be Daka Zsolt csütörtökön délelőtt a Gyula Hús Kft. Sajtótájékoztatóján. A cég az Agrár Marketing Centrum segítségével 2016 után második alkalommal vett részt a Japánban megrendezett világkiállításon, amire a tavalyi év tapasztalataiból kiindulva kifejezetten a helyiek ízlésének megfelelő termékekkel készültek. A japán ízvilág azért kicsit másabb, mint a magyar, holott ők azt mondják sokszor, hogy majdnem az, mint a magyar, de mi a kint létünk során azt tapasztaltuk, hogy sokkal édesebb ízvilágot kedvelnek, mint amihez mi hozzászoktunk, és ez az a termék, ami véleményünk szerint leginkább közel áll az ő ízlésvilágukhoz. És azt tudom mondani, hogy mindenféleképp eredményes volt a kint létünk, az érdeklődők hozzáállásából és számából ezt tudjuk leszűrni, ezt a konzekvenciát. A japán piac másként működik, mint az európai, hangsúlyozta Daka Zsolt. Az ázsiai Szigetország befektetőinek bizalmát megszerezni 3-4 évbe is beletelhet, ezért is kulcsfontosságú a kiállításon való folyamatos részvétel. Emellett a Foodex kiváló alkalmat biztosít más ázsiai országok körében is népszerűsíteni a termékeket. A kiállításon résztvevő Kónya István polgármester elmondta, az önkormányzat elégedett a Gyula Húsban 2013 óta elvégzett munkával, és fontosnak tartják a további fejlődést. A fejlődést nem csak technikai értelemben értjük, amit egyébként minden évben a Gyula Hús Kft. Igyekszik megtenni, új gépeket beszerezve, ezáltal a termékek vonatkozásában mind magasabb minőséget képviselve, hanem bizony, azt kell, hogy mondjuk, ahhoz, hogy egy húsipari cég hosszú távon is stabilan tudjon működni, ahhoz volument kell növelni. A volumen pedig azt jelenti, hogy új piacokat kell találni, és természetesen Gyula városának is, mint tulajdonosnak is az az érdeke, hogy ez a cég, ez hosszú távon prosperáló cég legyen. Az önkormányzat a cég munkájának elismeréseképpen március 15-én Gyula városért kitüntetésben részesítette a Gyula Hús kollektíváját. Ennek alkalmából a sajtótájékoztató után Daka Zsolt és Kónya István koszorút helyezett el a nagy előd Stébel András emléktáblájánál.